Az első különleges élmény az volt, amikor úgy jöttünk ugye az úton már másfél órája is, hát Felsőtárkány egy elég szép helység, de hát mondjuk egy ilyen átlagos magyar kis falu. És ahogy felkanyarodtunk itt a domboldalba, és ahogy amikor bekanyarodtunk ide a parkolóba, ez egy ilyen, tényleg egy ilyen pozitív sok hatás volt, elképesztő volt a design. Tehát hirtelen így az erdő közepén egy ilyen különleges hangulatú, különleges építészeti megoldásokkal létrehozott épület együttes, fantasztikus volt. És hát ugye akkor tényleg, amikor beléptünk, akkor az olyan, mint egy picit megérkezünk Afrikába. Én ugye nem voltam még... Igazán, de most már nem is kell mennem, mert most már szerintem itt vagyunk, és tényleg elképesztő az egésznek az ötletessége, a design, a kisugárzása a helynek, mert ez nagyon fontos, megfogalmazhatatlan, hogy mitől. De van egy olyan pozitív kisugárzás, ami eleve nyugtat, és kellemes, ugye végig a panoráma, a nyugalom az erdő közepén, és amit kipróbáltunk szerintem itt bármilyen szolgáltatás, vagy akár egy kávé a bárpultnál, egy koktél a bárpultnál, vagy a wellness, abban mind benne van ez az elképesztően minőségi, finom, kellemes és nyugtató érzés. Ugye mi állandóan otthon fejlesztjük a lakásunkat, és itt minden tele van nagyon izgalmas ötletekkel, amiket le lehetne leesni, amitől apróságok, és amitől annyira hangulatos egy szoba, vagy egy bár rész, vagy itt az étterem, és hát mögöttünk is ezek a gyönyörű megoldások ott. Nagyon, nagyon tetszik, nagyon sok minden nagyon tetszik. Különleges bútorok, különleges polcok, a tükrök, végre nagy tükrök vannak a szobában. Még hát tényleg ez annyira nem szokvány, ilyen még nem volt. Igen, tehát, ilyen nagyon sokban is volt a márpán. A kis állatkákat, hogy is hívják? A szurikálták. Hát milyen édesek, hát az egy külön program, úgyhogy amiatt a gyerekeket még feltétlenül egyszer ide el kell hozni, legalább egyszer, és ha egyszer elhozzuk, akkor nyilván soha többi el sem. El sem hagyhatjuk ezt. Szóval mindannyian voltunk egyébként, nyilván nem is egyszer már benne szüdülésen, de most már igazából ez egy igazi fegyvertény, hogy egy olyan smit létrehozni, ami nincs, ami egészen különleges, ami egy más világot hoz be ide Magyarországra, amiért esetleg tényleg elképesztő vagyonokért kéne elutazni több órás repülőúttal Afrikába. Tehát... A programokról nem is beszélve, tehát hogy nagyon tetszett nekünk, hát persze, hogy tetszett nekünk, táncos program volt, egy kicsit dobolhatunk, tehát hogy valami olyan kis... Bubuna külön elismerésünk, olyan isteni figura, nagyon jó. Speciális programok alukoltak elő, hogy nem csak az van, hogy az ember élvezi a wellness szálló nyújtotta lehetőségeket, hanem tényleg ilyen különlegességekbe belekóstolhat. Akkor az étterem. Hát ha már itt vagyunk, tényleg. Ha már itt vagyunk, micsoda ízek, micsoda különleges ételek, micsoda különleges alapanyagok. A koktélok, ne feledkezzünk meg a koktélokról is. Tudunk még valamit felsorolni, de tényleg egy összhatása van, egy nagyon-nagyon pozitív, nagyon kellemes. Úgyhogy tényleg az a fajta hely, ami egy kicsit mágnes is, mert úgy visszavonz, és arra késztet, hogy azért majd előbb-utóbb megint jöjjünk. És hát mindenkit arra biztatunk és arra buzdítunk, hogy mindenképpen próbálja ki, mert valóban olyasmi élményt kap, amit Magyarországon biztos nem kap meg máshol.